Három bölcsőde újul meg Egerben az új Széchenyi terv észak-magyarországi operatív programja keretében. Az Arany János úti Montessori bölcsőde után most a Semmelweis Ignác nevét viselő intézményt vehették birtokba a gyerekek. A 135 millió forintos beruházást, amihez a város 16 milliót biztosított, Habis László polgármester adta át, majd a felsővárosi képviselőkkel karöltve megtekintette a fejlesztéseket. Az épületet hőszigetelték, a gépészeti rendszert kicserélték, az emeleti raktár helyén pedig tornaszobát alakítottak ki. Több mint 80 kisgyermek számára ad ideális feltételeket ez az intézmény. Mindennel felszereltük, ez azt jelenti, hogy szabadtéri játszóeszközök, játszószoba, tornaszoba, sószoba, tehát minden olyan, ami a gyermekek nevelését, fejlődését segíti. A bejárathoz korszerű beléptető rendszer került, megújultak a vizes blokkok és a bölcsi mosodája. A konyhát korszerű légtechnikával szerelték fel. Itt akár napi 300 étel is készül, a bölcsödén kívül ugyanis az óvodát és a szociális étkeztetés igényeit is kiszolgálja. A két nagy intézményünk, úgymond a Montessori bölcsöde az Arany János utcában és a Semmelweis Ignác bölcsöde, ahol jelenleg is vagyunk, 78, illetve 82 férőhelyet, tehát közel 160 kisgyermek élete már az új korszerű intézményekben zajlik minden nap. A következő megújuló intézmény a Tittelpál úti Cecei bölcsőde. A hamarosan kezdődő munkálatok szeptember végéig tartanak majd. A város negyedik bölcsődéjét, a Lajosvárosit 2012-ben szintén uniós támogatással újították fel. Egerben most 260 bölcsődei férőhely van. Az igazgatóság vezetője szerint jelenleg minden dolgozó szülő gyerekének tudják biztosítani a nappali ellátást.